Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amiben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Elkezdte a felkészülést az NBA-re az A Studio Futsal Nyíregyháza csapata. Július végén hazai pályán a Putnok ellen kezdi a szezont az NB3-as sényű. Labdarúgó nappal is ünnepelte 100. születésnapját a nagykálói VS-e. Vasárnap délután ér véget a Sóstói strandon a 10. strand foci fesztivál. Elkezdte a felkészülést az A Studio Futsal Nyíregyháza csapata. A Lovas Norbert által irányított együttes célja az, hogy újoncként bennmaradjon az első osztályban. Olyan eredményt sikerült elérnünk, ami párját ritkítja. Én amikor ide kerültem az Élsport Kft-hez, akkor hát mondhatjuk, hogy egy ilyen hobbi futsal csapat volt NB3-ban. Na most két év alatt ugrottunk két ligát. Gyakorlatilag minden várakozás felül múlva, hiszen mi sem úgy terveztük, hogy kötelező feljutni, ha jól emlékszem az elején, hanem hogy legyünk ott az élmezőnyben, vagy legyünk ott az első felében a mezőnynek. Aztán, ahogy szépen jöttek az eredmények, nőtt a kedv is. És megerősítve a keretet, illetve a Lovas Norbi érkezésével egy olyan csapat formálódott ki a végére tényleg nagy betűvel, akik minden akadályt át tudtak lépni, és persze kellett hozzá nagyon sok minden, az ellenfelek botlásai, a mi gyengébb szereplésünkből való feltámadás, illetve az osztályozón egy olyan parádés teljesítménye az NB1-es TFS ellen, amit szerintem nagyon nagy sportélmény volt. Azért én is még egy kicsit új vagyok ebben a sportban, de nagyon azt kell, hogy mondjam, egy meccset hagytam ki idén a hazaiak közül, de minden mérkőzés, és főleg az utolsó, az osztályozó mérkőzés olyan sportélménnyel gazdagítottak engem is, meg a kilátogató szurkolókat, akik elkísérték egyébként a csapatot még idegenbe is, ez egy nagyon nagy szó, főleg másodosztályban, amiért tényleg érdemes ezt a sportot követni, és ebbe a sportra is áldozni. Úgyhogy még egyszer gratulálok az ezüstéremhez és az ehhez való feljutáshoz mindenkinek, de itt azért nem állunk meg, hiszen azért azt nem ígérem, hogy harmadik évben is a bajnoki cím a cél, de szeretnénk egy olyan csapatot összerakni, illetve szeretnénk olyan célokat kitúzni, ami méltó az A Studiohoz is, a Nyíregyháza városhoz is, és az Élsport Kft-hez is. Biztos, hogy az első cél az, hogy ne essünk ki, tehát most ez hangozhat bárhogy, de én azt gondolom, hogy bármennyire is meg fogjuk állni a helyünket, hiszen azért láttuk egy kis tarcsát, meg tudtunk verni a kupa mérkőzéseken, egy Újpesttel tudtunk egy parti meccset játszani, legalábbis egy fél időt mindenképp, a TFS-ét kiütöttük, tehát már ez a keret is, nem azt mondom, hogy alkalmas NB1-re, de legalább ott van a közelébe. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy első körben meg kell szilárdítani, stabilizálni a helyzetünket, hiszen nő a létszám, erősödik a mezőny, majd meglátni azt, hogy van esélyünk esetleg a felsőházban végezni. Természetesen, hogyha úgy alakul október-november környékén, és látjuk, hogy esetleg erősítésre szorul a csapat, akkor meg fogjuk lépni ezeket a dolgokat. Mint a csapatvezetője elmondta, a játékosok többsége marad az NB1-ben is. Majd, hogy nem egy hasonló játékos kerettel nyertük meg ugye első körben az NB3-as bajnokságot, és most úgy szinte ugyanazokkal a játékosokkal abszolváltuk az osztályozót. Ezt szeretném megköszönni, hogy befogadtak minket, és a harmadik csapatsportákként itt szerepelhetünk a Continental Arénába. Pontosan ebből kifolyólag, hogy ez egy összeszokott csapat, én ragaszkodtam ahhoz, hogy szeretnék lehetőséget adni azoknak a játékosoknak, akik ezt kiharcolták, ezt az NB1-be való feljutást, hogy tegyünk nekik ajánlatot, és próbáljunk nekik lehetőséget adni arra, hogy megmérettessenek az NB1-es mezőnyben is. Ennek megfelelően sikerült a keret nagy részét egyben tartanunk. Volt egy idegen légiósunk, egy brazil játékos, ő nem váltotta be teljes mértékben a hozzáfűzött reményeket, úgyhogy őtől elköszöntünk, ő már haza is utazott Brazíliába, illetve három játékos nem fog maradni abból a csapatból, aki ezt a teljesítményt végrehajtotta. Van az MLS-nek egy fiatal szabálya, egyébként három korosztályból kötelezően szerepeltetni kell játékosokat az NB1-es mérkőzéseken, a 14-es meccskeretbe. Kell 2001. január 1-e után született játékos, 2002. január 1-e után született, és 2004. január 1-e után született játékosnak lennie minden mérkőzésen. Ennek megfelelően igazoltunk már fiatal játékosokat, két
21 éves srác csatlakozott hozzánk a keretben, az egyik, nem tudom, neveket már mondhatunk, Máté, az egyik kapusprosztra jött az egyik fiatalember, őt Petro Martinnak hívják, illetve a másik 21 éves játékosok, Rajnyák Zsolt, nem ismeretlenek a Norbi számára, mert ők Nyírgyulajban már játszottak NB1-be a Norbi kezei alatt, illetve egy U19-es debreceni nevelésű játékossal erősítettük még meg a keretet, őt Gyulai Józsefnek hívják. Törekedtünk arra, hogy helyi kötődésű játékosok érkezzenek a klubhoz, vagy nyíregyházi, vagy Nyíregyháza környékén élő játékosok, ők hárman is, és egy szerethető csapatot akarnánk kialakítani, akik fiatalok, lelkesek. Nyilván meg kell ezt nekünk ezt tanulni, ennek az osztálynak a követelményeit, de én abba bízok, hogy látom a munkát, amit, ahogy mondta Norbi, szerdán elkezdődött, és én abba bízok, hogy ha a játékosok végigcsinálják ezt a felkészülést, akkor legalábbis azok ellen a csapatok ellen, akik szintén most jutottak fel az NB1-be, lesz esélyünk a pontokat gyűjtögetni. Erőnléti felkészüléssel megy a csapat, a játékosok bírják, jó kis edzések vannak, de ez muszáj. Az én elvem az, hogy egy jó alappal tudunk építkezni, és szeretném olyan erőléti állapotba hozni a csapatot, hogy bírja az NB1-es tempót. Ezen kívül lesznek edzőmérkőzéseink, 4 edzőmérkőzés már le van kötve, NB1-es együttesekkel fogunk játszani. A Deac, a Berettyóújfalu, a Veszprém az még kérdőjeles egy picit, ott félúton kellene valahol találkoznunk, és az Újpest ellen lesz a főpróbánk. Bízom benne, hogy a csapat felfogja a játékosok, hogy milyen lehetőség kapujában vannak, hiszen az ország legjobb kispályásai közé tartoznak most már, és felnőnek a feladathoz, és ahogy Máté is mondta, én a realitás talaján maradva a bennmaradást tűzném ki célul. Ebből, hogy mi fog kisülni, hát volt már szerencsém nagyon pozitív, például, hogy az első évben felsőházba kerültünk, illetve volt a másik oldal is, hogy az alsóház azat kellett megnyerni, és azt is abszolváltuk. Elkezdte a felkészülést az NB3-as bajnokságra a Sényi futballcsapat, az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes a nyitófordulóban július végén a Putnokot fogadja. Itt vagy a Spari 2 Sényi felkészülési meccsen, ezek szerint maradtál, bárha minden igaz, akkor volt máshonnan is megkeresésed. Igen, a szezon végeztével volt egy elég komoly érdeklődés, amin megmondom őszintén, hogy azért egy jó pár napig gondolkodtam is, aztán a vezetőséggel leülve és az edzőkkel egy megbeszélés után úgy döntöttem, hogy mégis maradok Sényön. Jól érzem itt magam, itt lakik a családom is, és azokat a célokat, amit felvázoltak, azok szimpatikusak voltak, és úgy döntöttem, hogy maradok Sényön. Tavaly nem szerepelt rosszul a csapat, te pedig, ami az eredményességet illeti, kifejezetten jó szerepeltél. Egy olyan szezon után mi lesz a cél most? A csapatnak is hál' Istennek jól ment, volt egy elég jó, komoly 5 győzelmi sorozatunk. Azt gondolom, hogy ezen kell dolgoznunk, hogy ezt a jövőben minél tovább ki tudjuk tolni. A saját teljesítményemmel igaz, hogy 25 gólt tűztem ki magamnak célul. 24 lett meg, hát remélem, hogy a mostani bajnokságban meg lesz a 25. Picit átalakult a keleti csoport mezőnye, nézegetétek már az új csapatokat? Igen, nyilván azt láttuk, hogy átalakult, ugye hozzánk került 4 pesti csapat, ezen egy kicsit meglepődtünk, hogy a Szolnok az nem a mi csoportunkba került, de azt gondolom, hogy itt NB3-ban már minden csapatnak megvannak azok a kellő rutinos játékosok, hogy fejtörést tudnak okozni, senki ellen nem lehet biztosra menni, azon dolgozunk hétről hétre, hogy mindenki ellen megfelelően fel tudjunk készülni és eredményesen tudjunk játszani. Huszár Géza irányításával nyerte meg a bajnokságot a Spari második csapat, aztán ő szakmai igazgató lett a felnőtt csapatnál, a klubnál. Számítottál, hogy telépsz a helyére? Őszintén megmondom, hogy váratlanul itt a felkérés, viszont ahogy már más portálokon is lenyilatkoztam, nagyon megtisztelő volt, hogy a klubvezetőség rám gondolt, úgyhogy szeretnék ezzel a lehetőséggel a továbbiakban élni majd. Milyen csapatot, milyen keretet örököltél?
A keretnek a magja hál' Istennek együtt maradt. Egyedül a Stankó Dávid volt, ugye, aki a felnőtt csapathoz tartozott már a tavalyi évben is. Őt ugye a felnőtt csapat Kazincbarci Károly kölcsön tudta adni, illetve a Szabó Bálint, ő is ugye mint fiatal a felnőtt csapat tagja volt. Ő ugye Újpestre tudott elszerződni. Most jelen pillanatban ugye 4 játékosunk van a tartalék csapatból, aki kint van a felnőtt csapattal edzőtáborban. Az ő helyüket próbáltuk meg feltölteni a tavalyi U17-es csapatból, a mostani U19-es gárdának a magjával. Mikor kezdtétek a felkészülés, és hogy néz ki a program a bajnoki rajtig? A felkészülést a múlt hét hétfőn kezdtük el, egyelőre napi edzésekkel. Nyilván, ahogy haladunk majd a felkészülés folyamán, úgy szeretnénk majd az edzéseknek a számát növelni. A maival együtt 6 edzőmérkőzést tervezett meg a stáb, úgyhogy ezeket szeretnénk véghez vinni majd. Milyenek lehetnek a célok, ugye az első helynél nincs előrébb? Így van, igazából nem helyezésbe gondolkodunk, hanem a játékosoknak a képzésébe, tehát a klubnak, illetve nekünk a tartalék csapatnak egyetlen egy célja van, hogy a tartalék vagy hogy a felnőtt csapatot kiszolgáljuk, mind azokkal a sérültekkel, akik esetleg a későbbiekben visszatérnek, majd nekik játék lehetőséget adjunk, illetve nekünk ugye az a feladatunk, hogy azoknak a tehetséges fiataloknak adjunk játék lehetőséget, képezzük őket úgy, hogy jövőben a felnőtt csapatban minél több játékpercet tudjanak majd kapni. Egy évvel ezelőtt lett, hogy egy picit nagy ugrás voltam egy-egyes felnőtt futball a fiataloknak, most már azért lesznek néhányan a csapatban, akik felvérteződtek némi rutinnal, számíthat ez? Persze, abszolút. Tehát azért egy évvel idősebbek lettek, rutinosabbak lettek, felnőtt közegbe tudtak fejlődni, és ettől függetlenül, hogy nem sikerült az NB3-os osztályozót megugranunk, pozitívnak értékeljük a tavalyi szezont, ugyanis tényleg, tehát sokkal többet ér az, hogy felnőtt bajnokságban tudnak fejlődni ezek a srácok, függetlenül attól, hogy Szabolcs megyei első osztálynak hívják ezt a bajnokságot, többet ér nekik az, mint hogyha ugye 19-es bajnokságban játszanak. Marad az örökös földi pálya a hazai meccsek helyszíne? Így van, tehát nem indokolt a osztályváltás esetén is maradtunk volna itt a létesítményben, úgyhogy természetesen ugye megye egybe is maradunk itt, ez lesz a hazai pályánk. Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a Nagykállói Városi Sport Egyesület. Ennek apropóján egész nap rúgták a labdát a szombattól Kerezsi László nevét viselő sporttelepen. 100 évről beszélünk, ugye valamikor azt gondolom, hogy patinásom neve volt. Nyilván a szakosztályok számából adódóan is ugye 7 szakosztály volt korábban. Ugye ma a foci az egyetlen szakosztály. Én azt gondolom, hogy amikor mi ezt átvettük ugye 2020 tavaszán, akkor belemerültünk teljesen, a legfontosabb az volt, hogy anyagilag stabilizáljuk az egyesületet, és azóta pedig próbálunk építkezni, indulnak az új korosztályok, megpróbálunk minden anyagi körülményt és minden egyéb ugye a pályakörnyéki és egyéb körülményeket megteremteni ahhoz, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, el tudjanak jutni minden mérkőzésre, és azt gondolom, hogy ez már megvan, és innentől tudunk lépkedni tovább. Ugye, mint kettős szerepben, mint polgármester és mint sportegyesület elnöke, ugye egyik szemem sírhatna, de a másik nevet, mert hál' Istennek azért ezekből a szakosztályból nagyon sok kiszerveződött, de él. Ugye, láss példát, ugye az asztali tenisz, akár most az erőemelő, súlyemelők újraindultak, újra élettek, úgyhogy azt gondolom, hogy azért nincs okunk panaszra. A felnőtt csapat a megyei másodosztályban szerepel egyelőre, ez a szinte realitás? Tavaly szerződést kötöttünk egy új edzővel, nyilván azért jött egy magasabban kvalifikált edző, hogy szeretnénk előrelépni. Én azt gondolom, hogy most a kereten mindenféleképpen erősödünk. Látszik az, hogy ugye a tavalyi megyeket egy bajnokcsapatból is sikerült játékost szereznünk erre az évre, megállapodni vele, illetve ugye a többi játékosa is remélem, hogy előre tudunk lépni. Nyilván a kettő célunk nem nagyon tud összejönni, ugye elsődlegesen az volt a célunk, amikor a stabilizálásról beszéltünk, hogy helyi játékosokkal először hozzuk vissza a nézőket a pályára, és utána tudunk majd eredményekre koncentrálni. Én azt gondolom, hogy ezt a kállói vonat most is igyekszünk megtartani, de kell a külső erősítés ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Nyilván álmaink vannak, bízunk benne, hogy eljutunk odáig, hogy feljebb is tudunk lépni majd. Ebben az évben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját a Nagykállói Ese, lehet azt mondani, egy egész éves rendezvénysorozattal. Milyen rendezvényeken vagytok már túl? Először volt egy emlékülést tartottunk márciusban, azután pedig volt egy kiállítás, ami a régi történelmet ölelte föl. A
súlyemelőkkel volt már egy találkozónk, illetve volt a férfi szakág, utána pedig volt a női. Ellátogatott hozzánk Karsé Ferenc, a világhírű asztali teniszedző, tartott egy bemutató, meg egy kis előadást. Múlt héten volt egy nemzetközi röplabdatorn, és azon belül volt a sakk verseny volt, és akkor ma pedig folytatjuk a labdarúgóknak a találkozójával. Augusztusra szervezzük a kajakkenüt találkozót, szeptemberben pedig a kosárlabda, illetve kézilabdások fognak majd találkozni. Milyen programot sikerült összeállítani erre a mai labdarúgó napra? Nagyon színes lesz, tehát a legkisebbektől az ikonokig. A legkisebbek már elkezdték, és akkor ők kis bajnokságot rendeznek. Azután 11 órától lesz a nagykelő öreg fiúk és a színész válogatott Nemcsák Károly vezetésével. 1 órától lesz majd a Káló 2 öreg fiúk, illetve az újfehértói öreg fiúk fognak mérkőzni, és 3 órától pedig az NSA, a nagy csapat fog a Sényői U17-tel majd mérkőzni. Ennek a labdarúgónapnak az egyik eseménye, hogy nevet kap a sporttelep. Kiről neveztétek el, kit jött az ötlet? Kárezsi László Szevi bácsi, ő egy legendás kapus volt itt Nagykállóban. Tehát amikor befejezte a pályafutását, azután pedig a ellenőrző bizottsági tag volt az egyesületben, tehát aktív részese volt, illetve utána is, tehát minden mérkőzésünkön itt volt, tanácsokkal látta el játékosokat, és hatalmas egyéniség volt, és akkor azért gondoltuk erre, hogy most, hogy akkor őről ne fogjuk elnevezni a sporttelepünket. Látod mögött a nagykállói futballpálya, talán a te esetedben lehet azt mondani, hogy a második otthonod. Milyen emlékek rohannak meg, amikor kijössz ide és beszívod a frissen nyílt fűillatát? A szívem megdobban. Rengeteg szép élményünk volt itt a srácokkal a pályán, amit nem lesz soha elfelejteni, és ilyenkor, amikor látom a srácokat, és jó, hogy már kicsit meg vagyunk öregedve, de azért az emlékek visszajönnek. Lehet azt mondani, hogy az az időszak volt a nagykállói futball aranykor, amikor te itt játszottál? Előtt is hallottam, hogy volt szép időszak a nagykállói sporton, akiket ismerek is itt a Vajdasanyi bácsiéktől, ez a Vágőjani, akik ők előttünk is, egy szép múltjuk volt már, és mi próbáltuk ezt a múltat tovább vinni. Valamikor abszolút közösségi élmény volt egy vidéki futballmeccs. Visszajöttek még azok az idők? Nagyon reményük. Reméljük, mert ha az utánpótlást meg tudnák találni, hogy a helyi játékosok közül legyen, mint köztünk is, mindenhol, ahol voltam, a Nyíregyházi Spartakuszban, mindegyik Szabolcsi volt akkoriban, az NB1-ben. Itt Nagykállóban szinte 90%-a, egy megyeslet szintig, vagy 100%-ig nagykállai volt, vagy a környező területekről voltak a srácok bent. Akkor meg, mert vonzza a közönséget, jönnek a gyerekek, van példakép nekik, akkor lehet haladni abba az irányba. A színész válogatott is pályára lép itt Nagykállóban ezen a névadó ünnepségen. Mennyire könnyű egy ilyen felkérésre igen mondani, hiszen a kőszínházak ugyan zárva vannak, de a színészeknek nyáron is van elfoglaltságuk. Örültünk a megkeresésnek, és annak külön, hogy egy ilyen neves alkalomkor léphetünk pályára. Nagyon örültünk a meghívásnak, megmondom őszintén, azért a Covid időszakában is kevésebb alkalommal léptünk pályára, bár a színész válogatott kedden is csütörtökön reggel tud focizni, vannak lehetőségek, hogy mozogjunk. Ezt edzésnek azért nem nevezném, de lehetőség arra, hogy egy kicsit lefárasszuk magunkat. Ez mindenképpen jó, de ennek külön örülök, hogy ebben az évben azért nagyon sok helyre hívtak már bennünket. Valamikor nagyon nagy ragja volt a színész válogatottnak, hiszen voltak a szúrók, 70 ezer ember őt lépett pályára a színész válogatott. Most mennyire igyekeznek bekerülni a keretbe a fiatal színészek? Van egy fiatalitás, és hát kell is, mert ezért a csapatunk gerince az 60 év fölött van. A fiatalokat valahogy meg kell nyerni, de azt gondolom nem csak a színész válogatottnál van így, hanem máshol is. Sok minden átértékelődött, de meg kell valahogy értetni velük, hogy ez a játék, ez valahogy nagyon-nagyon sokat segít, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is. És ebben a furcsa internetes világban, amikor úgy gondoljuk, hogy kinyílt a világ, azért mégis magányosak vagyunk, bár egy géppel vagyunk kapcsolatban, és a személyes kapcsolattartás az nagyon-nagyon fontos az ember életében.
ezek a mérkőzések a futballon túl miről szólnak, még szerint gondolom sok helyre látogatnak, akár határon túlra is. Természetesen komolyan vesszük a mérkőzéseket, de én azt gondolom, hogy ezeknek a futballmérkőzéseknek elsősorban egy közösségépítő hatásról is, nem csak a színész válogatottat illetően, hanem ahová megyünk játszani ott is. Tehát mindenképpen első helyre én azt raknám, hogy az együtt létünknek nagyon, nagyon nagy ereje van. Természetesen úgy, hogy közben meg nagyon komolyan veszük a labdarúgást a saját szintünkön. Csütörtökön kezdődött és vasárnap fejeződik be a Sóstói Strandfoszi Fesztivál. A homokos borítású pályán 4 női, illetve 32 férfi csapat rúgta és rúgja a labdát. Gyakorlatilag 2 hét alatt megtelt a résztvevőknek a száma, hiszen 32 férfi csapatot tudunk fogadni ezen a tornán, és 4 női csapat. Utolsó pillanatig azért mindig volt egy-egy hely, de azok a régi csapatok, akik ezen a tornán az utóbbi években már mindig elindultak, azok azonnal becsekkolták magukat, és gyakorlatilag 5 megyéből és 14 településről érkeznek hozzánk a csapatok, ráadásul nemzetközivé vált a torna, hiszen Szlovákiából is érkezik egy csapat hozzánk, és én bízom benne, hogy most is ugyanolyan fantasztikus mérkőzéseket láthatnak azok, akik kilátogatnak, hiszen az elmúlt 3-4 évben, amikor már ez nagyon fel lett pörgetve ez a torna, általában 4-5 ezer ember ácsorgott körbe a pályaszélén, és élvezték ezt a fantasztikus játékot, hiszen itt a labda és a játékos általában 80%-ig a levegőbe tartózkodik, hiszen nem csak azért, mert olyan forró lesz a homok, meg forró volt eddig is a homok, hanem azért, mert itt a hátraollózások, a kapusoknak az óriási vetődései határozzák meg ezt a játékot. Hogyan néz majd ki a 4 nap programja? Csütörtökön 10 órakor egy 4-es női tornával kezdődik. Itt 1 órakor 1-2 magasságában lesz az eredményhirdetés, és 2-kor kezdődik a férfiaknak a tornája. Itt 14-től és 17-től lebonyolítunk egy-egy csoportot, majd pénteken 14 órakor kezdünk, és 14-től és 17-től szintén lesz 2-4-es csoport, szombaton pedig nagy dzsembori lesz, hiszen akkor érkeznek azért igazán a legjobb csapatok a tornára, és akkor reggel 8 órakor kezdünk egészen este 8 óráig, és akkor addigra ki derül, hogy melyik 16 csapat jut tovább a vasárnapi egyenes kieséses döntőbe, ahol 16 óra 30 perckor kerül megrendezésre majd a döntő. Milyen díjazásban részesülnek a legjobb csapatok, és milyen egyéni díjakat osztanak ki? A torna 200.000 forint összdíjazású, itt nem is igazán a pénzdíj, hanem a Sóstói Gyógyfürdő ZRT vezetése és Nyíregyháza megyei jogváros önkormányzatának támogatásával itt a strand belépő, hogy 4 napig ez a 12 csapat, amelyik benevez erre a tornára, ingyenesen látogathatja ezt a gyönyörű strandot. A pénzdíjazás az ugye 200.000 forint, 100.000 forintot kap az első helyzet, 50, 30 és 20 a díjazás, viszont külön díjazásba is részesülnek a csapatok legjobb kapus, gólkirály és legjobb mezőnyjátékos, illetve Nyíregyháza megyei jogváros önkormányzatának támogatásával, hiszen a polgármester úr a jubileum alkalmával komoly ajándékokat is ad a 3 külön díjasnak, illetve annak a 3 csapatnak, amelyik az eddigi 10 tornán, vagy hát a 9 tornán eddig mindig résztvevője volt. Mennyire épült bele ez a torna ez alatt a 10 év alatt a strand nyári programjába? Ez a július közepi fix programunk, szinte mindig ebben az időszakban van, ezen a hétvégén. Először valóban nehezen indult 2011-ben, 6 csapattal, ahogy Dajka Laci bácsi említette, és hát hála Istennek most már azóta tényleg meg kell húzni egy vonalat. Először csak 3 napos volt, aztán így csütörtöktől már elkezdjük.
Az, hogy 32 csapat rendre minden évben is volt olyan év, amikor még több csapat is jelentkezett. Én azt gondolom, hogy ez a torna színvonalát is mutatja, és az, hogy 10 éven keresztül mindig meg tudtuk tölteni ezt a keretet. Én azt gondolom, hogy a szervezőknek, a Sportcentrum Kft-nek, a házigazdának, a Sóstúgyógyfürdők Zrt-nek és az összes munkatársuknak, aki tevékenyen részt vesz ebben a munkában. Úgyhogy így visszatekintve egy 10 évre, most lenne a 11. de hát volt sajnos egy covidos év, amikor ez kimaradt, ez a torna hiányzott is. Én bízom benne, hogy még nagyon sokáig fogjuk ezt a tornát megszervezni így közösen, és hogy minél többen jönnek el, mert tényleg színvonalas, tehát látható, hogy van egy-két olyan nagy csapat, akik játszanak egyébként magasabb osztályokban is, kis pályán, és hát nyilván ennek a strandfocinak ebben a nagy homokban, tehát azért egy 30-40 centis homokban, ennek ez nagyon látványos maga ez az egész rendezvény, úgyhogy hozzáélik abszolút a strandnak a működéséhez, július hónap, akkor mindig strandfoci. A központban a futball áll, de azért jönnek most is 5 megyéből határon túlról, és nem csak a futballisták, hanem családtagok is. Van ennek valamilyen hozadéka számotokra? Én azt gondolom, hogy a Sóstónak van hozadéka. Tehát az, hogy itt az állatkert, a múzeumfalu, a sóstói közterületek, az éttermek, az itteni szolgáltatók és hát nyilván a strand vendégei között üdvözölhetjük azokat, akik elkísérik a család férfi tagját, esetleg baráti társaságok összeverődnek. Tényleg vannak olyanok rendre minden évben, Vácról érkező csapatról van konkrétan szó, akik már a hét elejétől egész héten itt tartózkodnak. 30-40-50 fő is szokott ilyenkor eljönni, a 12 fős csapattagok családtagjairól van szó, egy baráti társaságról. Megtalálják nyilván a családtagok is azokat a kikapcsolódási lehetőségeket, amelyek megfelelő színvonalú kikapcsolódást biztosítanak a számukra egy Sóstón. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!